Különleges, az összmagyarság szempontjából fontos és témájában párját ritkító Páló címre hazaváró című szerzeménye, amelyhez a nemrég megjelent videóklipet még 2019. szeptember 21-én városunk központjában forgatták. A szerző, aki Hajdunáláson nőtt fel, jelenleg pedig a fővárosban él családjával, egyben a klip rendezője is volt. A körforgalomban igyekezett a szöveghez és a dallamhoz illő képsorokat rögzíteni. Szerettem volna egy hiteles klipet. Tehát az első ötletünk az volt, hogy megrendezzük, ugye, színészek, minden más, de nem hittem abban, hogy ezt a dolgot színészekkel hitelesebben lehet átadni, mint magukkal, az emberekkel, az érintettekkel. És az elsődleges szempontom ez volt, hogy szerettem volna őszinte emberi arcokat, akik tényleg átélik ezt a történetet, és ezért esett a választásom a flashmob, hát nyilván ez nem volt egy szabályos flashmob a szónak ebben az értelmében, de bíztam abban, hogy ezáltal valahogy visszajön a dal képi tartalmában is. Cipi, ahogyan talán a legtöbben ismerik, a dallammal már 2014-ben kész volt, akkor azonban, mint mondja, nem volt ihlet hozzá, hogy kézdallá nője magát. A személyes beszélgetésekből inspirálódott hazaváróhoz viszont már illett, így került újra előtérbe. Rengeteg embert érint ez a történet, ugye maga kivándorlás, tehát az, hogy az emberek elsősorban a fiatalok, de mindenki más is ugye elhagyja a szülőföldjét, a szülőhazáját, és ugye külföldön, vagy más városokban, akár távol, több száz kilométerre találja meg a boldogulását. Na most annyi fájdalmat, annyi könnyet kaptam menet közben, miközben beszélgettem már akkor célirányosan erről a témáról az emberekkel, hogy ezért született meg a dal. Ez a dolog nem rólam szól. Teljesen mindegy, hogy ki írta, teljesen mindegy, hogy ki rendezte meg, ezt közösen együtt hoztuk létre. És valahol azt gondolom, hogy ennek kellene a vezérfonalának, a vezérzászlajának lenni egy nemzetnek, egy népcsoportnak, egy közösségnek, inkább így mondom, hogy az egy dolog, hogy mit tehetek én saját magamért. De az, hogy az, ami beáramlik hozzám, ebből mennyit osztok szét a közösségnek, és ezáltal a közösség is több lesz-e, vagy csak én magam, ebben a dologban ezt tartom fontosnak, és ebben a kérdésben is ezt tartom fontosnak. Egy a szülőföldjétől távol élő ember belső vívódásával foglalkozik a dal, amelynek klipjéhez kezdetben 600 önkéntest képzelte Cipi, akik élő kokárdát alkottak volna Bedőcs Imre énekes körül, ám ez végül nem valósult meg. A forgatásra sokan kíváncsiak voltak, szerepelni viszont jóval kevesebben kívántak. Kicsit csalódás volt, de persze számítottam rá, tehát nem volt akkora nagy csalódás, hogy nyilván nem volt akkora tömeg, mint amit szerettem volna. Nem is a tömeg volt a lényeg. Nem is az, hogy sokan legyenek, inkább maga az, hogy ugye jelképesen az élő kokárdát ugye szerettem volna emberekből kialakítatni ugye a körforgalom körül. Na most ez nem tudott megvalósulni, mondom, nem voltam rajta meglepődve, tehát volt B-terv. Nyilván a klip is ehhez mérten, ugye vágóképekbe, sebességbe, minden módosult, hogy éppen mit szeretnénk kiemelni, milyen pillanatot. A forgatásra 2 órájuk volt a résztvevőknek, ami egy ilyen kaliberű vállalkozáshoz igencsak kevésnek mondható. A felvett képek az utómunka során is okoztak fejtörést, a vártnál nagyobb kihívásokat. Illés Csaba, ő vágta, ő készítette. Gyakorlatilag én őt bő egy éve most már, hogy ismerem. A kettünk munkájának az eredménye lett ez a klip. Csaba, ugye ő a szakmai részét hozzá tudta tenni, de nagyon nehéz dolga volt. Többször felhívott, hogy Cipi, ez így, meg úgy, meg is tette. Tehát, hogy nem. Kijött nagyon az, hogy amatőr volt a szervezés, ami ugye én voltam, tehát egyértelmű, nagyon sok kihívásom volt menet közben, munka mellett csináltam, nem tudtam úgy ráfigyelni, nem tudtam mindig mindenkinek pontosan megadni az instrukciót, és ez a vágóképeknél nagyon kiderült. Kompenzálni tudtuk volna, ha lett volna rá több idő, de csak 2 órát kaptunk, mert ugye ez egy városi rendezvény keretén belül volt, tehát 2 óránk volt rá. Bár utólag lát hibákat, összességében azért elégedett a kész produktummal, elsősorban a pozitív visszacsatolások miatt. Abból, hogy egy ilyen szakmaiatlan háttérrel rendelkező stáb hozta ezt létre,
lett egy ilyen kimaxolt dolog, ahol tényleg minden egyes tized másodpercből próbáltuk kihozni a legtöbbet. Ez lett belőle. Én most is azt mondom, hogy büszke vagyok rá. Nagyon-nagyon szépen megköszönöm most is így még egyszer személyesen, amennyi lehet mindenkinek. Nem sorolnám fel, mert tényleg aki beletette magát és közvetlen értéket tett bele, azt ugye a klip végén mi felsoroltuk. De attól sokkal-sokkal több ember volt. Nyilván a kórusnak a tagjait legtöbbét nem is ismertem. Tehát személyesen mindenkinek megköszönném szívem szerint, és most ragadnám meg az alkalmat erre, mert nagyon-nagyon jó élmény volt, nagyon-nagyon jók a visszajelzések. Még ma is ott ér álmomban, az a ház még most is visszavár. Tudom azt, hogy a múltért kár, ne feledd, amit itt hagytál, talán végleg soha nem jön vissza már. Visszajelzésekből ugyanis számokban is jól mérhetően nagy mennyiség van. A dal karácsony első napján lett mindenki számára hozzáférhető, és azonnal terjedni kezdett. Reggel tettem fel, 7:30-kor. És este 8-kor néztem, több mint 20 000-en nézték meg addig, vagy 20 000-szer. Nyilván ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy 20 000 ember, de 20 000-es nézettsége volt. Tegnap néztem utoljára, tehát egy bő hét elteltével meghaladta a 130 000 a nézettség, ami szerintem egy ilyen rövid idő intervallum mellett ez egy hatalmas szám, de ezt félrevezető lehet, inkább az egy stabilabb szám számomra, hogy több mint 1500-an osztották meg. Az, hogy egy ilyen kapcsolatrendszeren keresztül, hogy egy eléggé ismert ugye, közösségi oldalon, ugye a Facebookon keresztül, kapcsolatokon keresztül ez így körbe tudott érni a Földön. Látom a kommentekből, meg írtak nekem is személyesen a környező országokból mindenhonnan, más kontinensekről is, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés, és milyen jól látni, hogy a szívet keresi, úgymond. A projekt ezzel nem ér véget, a szerzőt arról is meggyőzték, írjon színdarabot a témában, hiszen annak fontossága még az eddigieknél is többet érdemel. A három felvonásos szövegkönyv az elmúlt év végére el is készült. Egy olyan történet kerekedett ki belőle, ami megint csak kibonthatja ezt a témát egy kicsit részletesebben, egy kicsit több emberhez eljutathatja azt, amit én látok. Hogy ez jó vagy rossz, nem tisztem eldönteni, majd a szakma eldönti. A célom az, hogy márciusra, tehát 2020 márciusra legyen egy olyan készültségi állapoton, mert az, hogy most én azt mondom, hogy kész a szövegkönyv, az még nyilván nincs kész, mert van körülötte 20 dal is, tehát 20 dalnak az ötlete, vázlata, vagy valamelyik már kész is van. Tehát egy ilyen zenész színdarab, és szeretném átadni márciusban a szakmának, hogy kinek majd a sors megmondja. Nyilván több emberrel vagyok kapcsolatban, tehát több felül vannak impulzusaim, és ha akar ebből színdarab lenni, akkor úgy is lesz. Ha meg értéktelen és nem, azzal sincsen bajom, akkor annak úgy kell lennie. Hogy színházi környezetben lesz-e folytatása a munkának, egyelőre tehát kérdéses, azonban a Dal és a Hazavárók projekt által megszólított tömeg garantálja, hogy halljunk még Cipi tevékenységéről.